ha szisztematikusan építjük föl a gyereknek a nevelését, akkor olyan szintre tudunk rövid időt juttatni a gyereket, akit már a környezete zseninek nevez. És ugye megfogalmazódott bennem, hogy mi képesek vagyunk zsenit nevelni. Matematikát tanultam magas szinten, az egyfajta gondolkodási rendszert kialakít az emberben. Mérnök vagyok, a mérnök az mit csinál, megnézi, hogy az összes elem működik-e, csavarok, fogaskerekek és így tovább. Benne van nyilván az is, hogy nagyon sok éve, már 20 éve foglalkozok gyerekeknek a fejlesztésével, edzősködök, és valószínűleg az sem egy elkerülhető szempont, hogy én már azért több mint 20 éve, de már közel 30 éve valamilyen szinten embereket vezetek, cégeket hoztam létre, azokban vezetem az embereket, de tudnunk kell kommunikálni a vevőkkel, azoknak az érdekeit figyelembe venni, és hát az, hogy egy céget fölépítünk és működtetünk, ez egy folyamatos tanulási folyamat. Szülők elsősorban büszkék szeretnének lenni a gyerekükre. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés minden szülőnél. Aztán, ha egy kicsit tovább akarok menni, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a szeretné a szülő, hogy mindent megtegyen a gyerek, mindent elérjen, amire ő már nem volt képes. Minél ügyesebb a gyerek, annál jobb. Jobb a gyereknek, jobb a szülőnek, jobb a környezetének. És nyilván, hogyha jobb a gyereknek, akkor a gyerek sikeresebben éli meg az életét. Ha valaki képesebb ezt jobban elérni, akkor az a társadalom által egy jobban elismert, önmaga által egy sikeresebb énképet hoz létre. Felnőtt felnőttként gondolkozik. Maga a felnőtt képzés az a kiinduló alap. Ott az a probléma, hogy túlzottan bonyolult és túlzottan nehéz az a mód, ahogy tanítanak egy felnőttet bármire. Ugyanezt próbálják egy kicsit gyerekre adaptálni, de ugyanez a nehézség megmarad. Amit a gyereknek meg kell tanulnia következő feladatként, következő nehézségi szintként, az túl bonyolult neki. Ezért újra és újra nekifut, nem sikerül. Továbbra is nekifut. És először is hosszú időt telik el, mire sikerül neki, másrészt ezen az úton végig kudarc élmény éri. Ezt a problémát nem szűkíteni meg sportképzésre. Ez mindenféle gyerek tanításnál probléma és meglévő jelenség. Ha a gyereknek van valami speciális előképzettsége, apuka játszott otthon vele a kertbe, te látod ezt az előképzettséget, emiatt kicsit ügyesebb, azt hiszed, hogy ez egy kiemelkedő képességű gyerek. Pedig valójában nem, csak a korábbi tanítása eredménye látszik meg rajta. És hogyha ezzel szemben hoznak egy másikat, aki olyan környezetből jött, ahol ingerszegény módon nevelkedett, és semmiféle ilyen jellegű előképzettsége nincs, könnyen mondják rá, hogy ügyetlen meg tehetségtelen. Tudod, csak képzetlen. Az a szokásos, hogy mindenki szeretne zsenit találni a gyerekek tömegéből vagy sokaságából, akár egy zsenit. Világviszonylatban van egy nagyon jó módszer a tenis sportban, amit play and stay-nek neveznek, és most ez a legjobb gyereknevelési módszer. Az a lényege röviden, hogy amennyivel kisebb egy gyerek egy felnőtt emberhez képest, arányosan lekicsinyítettek neki mindent a teniszpályán. A pályaméretet, a labda pattanásának a nagyságát, a labda sebességét, az ütőnek a méretét. Tehát egy gyerek méretére lett adaptálva az egész. Ezt a módszert használom már 15 éve, csak mi egy picit túlléptünk ezen, ezért még kisebb területre vittem be a gyereknek a képzését, mint egy mini teniszpálya, még kisebb ütőt használok, és még könnyebben irányítható labdát. Természetesen más technikai mozgása van egy pingpong versenyzőnek, mint egy tenisz versenyzőnek. Ha teniszképzést kezdem ott el, akkor alapvetően tenisz mozgással azokat tanítok neki meg a pingpong asztalnál, a pingpong ütővel, pingpong labdával. A programunk azzal kezdődik, hogy a gyerekeket megügyesítjük testileg.
Ennek része az, hogy megtanítjuk a két lábával egyformán rúgni, a két kezével egyformán ütni, és dobni is a két kezével. Ez egyrészt azért jó, mert a gyerek biológiailag nagyon szépen arányosan fejlődik, másrészt a későbbiekben el tudja magának dönteni, hogy ő milyen sportágat választ, egy rúgósat, ütőset vagy dobósat. Mindenhez kiváló alapot adom neki. Előtte dolgoztam kb. 20 gyerekkel, mindenféle korúval, egész a 4 évestől a 14 évesig, és számunkra is meglepően jó tapasztalatok jöttek össze. És amikor ezt a programot abban hagytam, mert egy jóval nagyobbat akartam elindítani és készítettem el, akkor kerestek meg a márknak a szülei, hogy foglalkozzak a márkkal. És emiatt nemet mondtam, mert nem akartam egy gyerekkel foglalkozni, hanem inkább egy egész rendszert létrehozni, lehetőleg egy globális rendszer. És nagyon aranyosak voltak a szülők, és kérletek, hogy azért mégiscsak gondolja meg magam, és akkor elgondolkodtam azon, hogy milyen motivációt tudnék én ebben találni. És akkor jutottam arra, hogy miután szerencsés a helyzet, a kisgyerek nem kapott előképzést, tehát én kezdhettem el tanítani, hogy megmutassam azt, hogy a módszeremmel mire tudunk jutni. És azt határoztam el, hogy rajta keresztül megmutatom, hogy nincs szükségem arra, hogy több száz, több ezer gyerekből találjak egy zsenit. A márkon keresztül meg akarom mutatni, hogy én egy gyerekből, egy kísérletből egy zsenit létre tudok hozni, és azt fel tudom vinni nemzetközi szinten egy ismert teniszező személyiségig, mondhatni egy top teniszezőig. Olyan sokfajta ingert adunk a gyereknek, aminek révén meglepően gyorsan halad egy tanulási folyamaton keresztül, és ahogy ezt megerősítsük és támogassuk, nagyon pici kora óta tudatosan elkezdjük a mentalitását is átformálni. Átformálni és olyan alakítani, aminek eredményeként ő sikeres lesz. És akkor ez nem fog kötődni majd ahhoz a tevékenységhez, amit mi tanítunk neki, hanem neki lesz egy ilyen általános Jolly Joker és sikeres mentalitása, és bármilyen területen sikeres lesz, amit ő választ meg magának. Vagy nyelv, vagy veszítesz. Nem baj, hogyha veszítesz. Majd nézz egy következő versenyre, azt majd megnyered. A képzésünknek az egyik alappillére az, hogy amikor egy gyereket képzünk, ügyesítünk, akkor azt minden egyes elemében test szimmetrikusan végezzük. Mert kiskorban alakul ki a vázizomzat és a teljesen szimmetrikus test. Ha bármiféle aszimmetriát hozunk létre, ez az idők során egyre jobban erősödik, és sérülésekhez, kopásokhoz, fáradáshoz vezet. Test szimmetrikusan ügyesítjük őket, abból indulunk, hogy valakinek van egy domináns keze, és van egy nem domináns keze,
A nem domináns kéz egy bizonyos képzési folyamat eredményeként általában ügyesebbé válik, mint a domináns kéz. Többfajta sport létezik, ahol nagy előnyt ad ez a szimmetrikus test használat. Gondoljunk csak egy kézilabdázóra vagy kosárlabdázóra, aki az egyik oldalon támadó ellenfelet ki tudja zárni, és a másik kezével befejezi az akciót. Nézzük a kedvenc sportágamat, a teniszt. Nyilvánvalóan más pozícióból üt az ember a tenyeres oldalról és a fonák oldalról. Most más forgató nyomatékot lehet elérni. Más az erőkarnak a hossza, és emiatt a kerületi szögsebesség is más, amit el lehet érni. A tenyeres ütés hatékonyabb, egyértelműen hatékonyabb. De hogyha mint egy matematikus vagy gépész nézed ennek a hátterét, akkor nem érted, hogy ha tenyeressel hatékonyabb a játék, akkor miért nem mind a két oldalra tenyeressel játszol? Föltehetni magunknak a kérdést, hogy miért van az, hogy bizonyos szakmákban, bizonyos sportokban, ez teljesen természetes és magától értetődő, hogy mind a két kezüket használják, mind a két lábukat használják. Használják a dobosok a két kezüket, a két lábukat. Egyszerre használják a négyet. Nem beszélve a zongoristáról, aki szintén egyszerre használja, és még területet mozogva rengeteg billentyű közül válasz, és közben a lábával a pedálokat használ. Hogy bizonyos dolgokra azt gondoljuk, hogy ott lehet, itt meg nem lehet. Olyan körülményeket teremtünk, ahol a gyerek játéknak éli meg az összes tevékenységet, egy olyan közegben, amilyenben ő szeret lenni egy gyerek közegben, és az a mi szakmai felelősségünk, hogy bármit csinál, úgy élje meg, hogy ő azt jól csinálja, és sikeres ebben a dologban, és hogyha ezt rendszeresen csináljuk, akkor kialakul benne egy sikeres énkép.